ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádióban Mihálovics Andrással. És Kántor Endrével, meg a hallgatókkal 0-30-20-10-9-09 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Két apró gyermekemet viszem reggel bölcsibe és oviba, és Millás reggelit hallgatjuk, de rendszeresen ki kellene kapcsolnom, mert 12 éves kor alatt nem ajánlott a műsor vagy egyes részei. Nem tudtam rájönni, hogy ez micsoda. Ez médiahatósági előírás és a reklámblokkokat jelölik. Így, ez most a televíziókban is így van, úgyhogy azért, hogy ne kezdjen el a gyerek nyaggatni. Igen, és... a nyaggatási faktor például többek között, úgyhogy nem a szóhasználat, bár egyébként Mihálovics Andrással nehéz úgy műsort vezetni, hogy kikerüljük a, hát hogy is mondjam, a zaftosabb témákat, de most például próbálunk segíteni azoknak, akik tehermentesíteni akarják a környezetet karácsonykor. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladékgazdálkodásban otthon. Hát sokszor felmerül, hogy milyen fenyőt vegyünk karácsonyra, hogyha környezet tudatosan szeretnénk ünnepelni. Vágott fenyő vagy műfenyő? Úgyhogy ez a kérdés. Igen, és akkor így nagyon könnyen rávágjuk, hogy műfenyő, mert az környezetbarát, de ugyanilyen könnyen rávágjuk, mert akkor nem kell kivágni szegény élőfákat, de ugyanilyen könnyen rávágjuk, hogy vágott fenyő, mert a műanyag meg nehezen bomlik le. Szóval első pillantásra talán könnyű a kérdés, de második meg sokadik pillantásra egyáltalán nem az. Úgyhogy egy szakértőt kérdezünk ebben a témában, Győri Leát, a Klímapolitikai Intézet junior kutatóját. Jó reggelt kívánunk! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatóságot! Közben írta egy hallgatónk Facebook oldalunkon, hogy a családban évek óta cserepes fenyőt veszünk karácsonyfának. Ha túléli az ünnepeket, ez egy aranyos része a mondatának, akkor valamelyik barát kertjébe kerül ki általában. Talán ezzel kicsit lehet csökkenteni az ünnepek ökolábnyomát. Igen, na hát akkor kezdjük talán az élő fenyővel, a vágott részével, aztán áttérhetünk a cserepesre is. Milyen pro és kontra érvek vannak az élő fenyő esetében? Rendben. Tehát a vágott fenyőről azt lehet elmondani, ugyebár, hogy a varázsa vitathatatlan, illatos, szép, és ezzel megteremthetjük a természet közelségét az otthonunkba, és nem mellesleg ezeket a fákat nem természetes és nem telepített erdőkből vágják ki, hanem kifejezetten karácsonyfának szánt ültetvényekről származnak, és ha nem lenne rá kereslet az ünnepek alatt, akkor ezeket nem is ültetnék el. Tehát azt mondhatjuk, hogy így is hasznosak, hiszen mint minden növény fotoszintetizálnak az életük során, és széndioxidot kötnek meg a légkörből, és ezt oxigénni alakítják át. Másik fontos tényező, amit erről a fenyőről el lehet mondani, hogy munkát adnak a helyi lakosság számára, hiszen többnyire Zalasomogy és Vas megyében találhatóak fenyőültetvények Magyarországon, így megélhetést biztosítanak a hazánkban élőknek. Valamint újra lehet hasznosítani fűtőanyagként, vagy akár aprítva mulcsként, tehát még a ünnepek után is hasznosak maradnak. Igen, és akkor így jön a labdás fenyő, ami ha túléli az ünnepeket, akkor meg tovább folytathatja ezt a oxigén termelő tevékenységet. Széndioxid megkötő oxigén termelő tevékenységet, igen. Igen, csak mondjuk a fenyőnek a termesztése,
az ugye egész évben munkát ad, ahogy mondtad is, az meg, annak meg ugye megint csak van környezeti lábnyoma, ha mondjuk locsolni kell az ültetvényt például. Hát igen, így van, de például a trágyázást is azt mondják el a szakemberek, hogy ez többnyire természetes szerves trágyával történik, tehát így nem igazán károsítjuk ezzel a környezetet, illetve többnyire olyan földterületeket vonnak be ebbe a gazdálkodásba, amelyek más módon nem lehetnének hasznosak. Uh-huh. Mi a helyzet akkor a műfenyővel? Azt meg eltesszük karácsony után, megint elővesszük, és akkor nem kell élő fenyőre váltani. Ez elsőre jó ötletnek tűnik. Igen, mostanában sokat hallom ezt a úgymond tévhitet, hogy sajnálják kivágni az élő fenyőket, és emiatt úgy gondolják, hogy sokkal jobb döntés, környezettudatosabb, ha műfenyőt vásárolnak. Én azt mondanám, hogy ez helytelen, tudományos szempontból alaptalan, hiszen a műfenyők már a gyártásuk során is szennyezik a környezetet, illetve nem mehetünk el amellett, hogy másik kontinensről, többnyire Kínából hozzák, ezek exportcikkek, tehát teherhajókon, repülőgépeken szállítják a világ különböző pontjaira, így rengeteg-rengeteg üzemanyagot égetnek el, mire a lakásunkba kerülnek, valamint sok esetben rossz minőségűek, hamar le kell cserélni őket, nem lehet szelektíven megválni tőlük, hiszen a fémet és a műanyagot nagyon bonyolult lenne szétválasztani, így aztán hulladéklerakóba vagy kerülnek, vagy elégetik őket, és az égetés során rákkeltő anyagok szabadulnak fel a műfenyőből, a műanyagból. Uh-huh. Mi a helyzet a földlabdás fenyővel, mert a hallgató ránk pirít, földlabdás, könyörgöm, cserepes a muskát. Így van. Hát, igen, elnézést. Igen, hát a földlabdás fenyő is egy opció, ugye ezeket kertészetekből lehet beszerezni. Ezt leginkább azoknak javaslom, akik olyan életvitelt folytatnak, hogy tudnak arra időt szakítani, hogy gondozzák egész évben, otthoni körülmények között, vagy esetleg ki tudják ültetni, viszont hozzá kell tenni, hogy a legfrissebb adatok szerint 45-50% annak az esélye, hogy túléli. Azt ugye bár, hogy bevisztik a lakásunkba, hősokkot is kaphat ez a növény, és így tulajdonképpen ugyanott kötünk ki, mint a vágott fenyővel. Fenyőt vásárolnánk, így van, de már olyan lehetőség is van, hogy földlabdás fenyőt kölcsönzünk, és aztán visszakerül a kertészetekhez. Ez egy szolgáltatás, akár ezt is igénybe lehet venni, ez még annyira nem elterjedt, még tesztüzemmódban van, úgymond. Javaslom kipróbál ezt a kereszt. Igen. Tájékozódjunk széles körűen, hogy hogyan kell gondozni ezt a növényt, hogy hogyan kell bevinni helyesen a lakásba. Ezt javasolnám leginkább. A vágott fenyőhöz jött egy hallgatói kérdés, ami jogos. Ha a kidobott, kiszáradó fenyőből, meg utána az eltüzelt fenyőből, mert ugye azt említetted, hogy ezzel fűtenek is, például igen. Budapesten, akkor a széndioxid mérlege az milyen lesz? Mert lehet, hogy megköt egy csomót, de hogyha annak egy jelentékeny igen. részét visszaadja, akkor már megint érdekes kérdés az, hogy jobb választás lehet-e, mint egy műfenyő. Ez nagyon jó kérdés, tehát a fa az elégetése során maximum annyi széndioxidot juttak vissza a légkörbe, amelyet élete során megkötött, tehát így akár karbonsemlegesnek is tekinthető, sőt a korszerű erőművekben úgy égetik el, hogy a széndioxidot leválasztják, így nem kerül ki a légkörbe. Uh-huh. A műfenyőt illetően pedig hát szoktunk hallani számokat, hogy oké, 3 évre nem éri meg műfenyőt venni, de mondjuk 5-re megéri, vagy 15-re? Hát a ha környezettudatosan akarunk dönteni, akkor szerintem semmiképpen nem éri meg, de nagyon belátom, hogy sokkal praktikusabb egy műfenyő abban a szempontból, hogy nem kell minden évben újra vásárolnunk, nem kell hazacipelni, például az időseknek
nagy könnyebbség lehet, nem potyogtatja a leveleit, mégis eredeti mása lehet a fenyőnek. Tehát aki anyagi szempontból mérlegeli azt, hogy hogyan választ fenyőt, az is kiszámolhatja, hogy mennyi év alatt térül meg az az adott fenyő, amiben éppen befektet. Ez egyéni preferencia. Egy egyéni preferencia, de sajnos, hogyha igen, egy kicsit erre ráhajtanak a nagy áruházak, üzletláncok, akkor az egy felhajthatja úgymond az ilyen műfenyő keresletet, és a fogyasztókat ráveheti arra, hogy vegyenek ilyet, mert az nagyon jó, közben pedig hát nem. Igen, hát ezt nevezik szerintem zöldremosásnak. Hát igen. Hogy ezt a nagyon szép zöld műfenyőt beállítjuk annak, hogy úgy, hogy ez segíti azt, hogy ne vágjunk ki annyi fenyőt, közben pedig, ha egy jobb minőségű műfenyőt akarunk vásárolni, mi évekig kiszolgál minket, azért az elég nagy anyagi befektetéssel jár. Tehát akkor összegezze az elhangzottakat, mindenképpen a vágott fenyő, vagy a földlabdás fenyő. Tehát akkor sorrendet állítunk fel, földlabdás fenyő, vágott fenyő, műfenyő. Nálunk a tavaly előtt megvásárolt földlabdás fenyő van, mindig azt. Mondjuk egyre nehezebb beemelni a nappaliba, daruval, ahogy nő, olyan de nagyot. Aha, mindegy. Szóval akkor komolyra fordítva megint csak a szót, tehát akkor ha rangsort kéne felállítani, akkor földlabdás fenyő, vágott fenyő, igen, műfenyő a sorrend? Környezetvédelmi igen, szempontból. Így van, igen. Uh-huh. Tehát ha egy dolgot megértünk ebből, amit elhangzott, akkor az az legyen, hogy semmiképpen ne gondoljuk, hogy a műfenyő jobb választás. Oké, okay, jó. Tudatos szempontból. Köszönjük szépen, Lea. Köszönjük, érdekes volt. Szép napot neked, műfenyő, jó munkát, szervusz. Köszönöm, és kellemes ünnepeket. Kellemes ünnepeket. Győri Leával beszélgettünk, a Klímapolitikai Intézet junior kutatójával a fenyőfa vásárlásról. A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké? Okay. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladékgazdálkodásban otthon. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.